Az esős időjárás miatt idén zárt helyen a Vármegyháza dísztermében tartották meg a szekszárdi szüreti napok hivatalos megnyitóját. Gyurkovics János, a megyeijugú város alpolgármestere köszöntőjében azt mondta, a helyiek még sosem várták ennyire a két év kihagyás után újból megszervezett programsorozatot. Komoly tekintélyt vívott ki magának a város ezzel a rendezvénnyel, és hát én örültem annak a megerősítésnek, én a beszédemben nem mertem ilyen durván, nagyvonulóan idézőjelbe fogalmazni, de a utánam szólók mindenki megemlítette, hogy városi legnagyobb rendezvény, megyei legnagyobb rendezvény, és az országos palettán is előkelő helyet foglal el. Horváth István Tolna megye egy-egy számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy példaértékű az összefogás, amit az önkormányzat, a támogató vállalkozások és a borászok mutatnak már hosszú évek óta. A gazdasági válság közepén vagyunk, háborúdul a szomszédba, és nagyon nehéz megnyerni támogatókat egy olyan rendezvényre, amiből nem biztos, hogy gazdasági előnye származik valakinek, hanem inkább az érzelmekre kell hatni, hogy ezt a rendezvényt, ezt életben kell tartani, fent kell tartani, és tisztelt és hála a szekszárdi vállalkozásoknak, a szekszárdi borászoknak, hogy igenis összefogtak, és újra meg tudtuk rendezni ezt a nemes rendezvényt. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár a megnyitón arról beszélt, hogy a szekszárdi szüreti napok az ország egyik legrangosabb gasztronómiai programsorozata. Bárhogy is kimaradt az elmúlt év, vagy az előtti esztendő, a szekszárdi szüreti napok a magyar gasztrokulturális fesztiválok térképén nagyon fontos szerepet töltöttek be az elmúlt évtizedben, és most is várta már a közönség, a nagy közönség, hogy a vírus gyengülésével az idei évben legyen megtartva a rendezvény. Hasonlóan fogalmazott Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is, aki több mint egy évtizede vesz részt vendégként a szekszárdi szüreti napokon. Én személyesen az egész ország legjobb rendezvényének tartom ezt. Nem is tudom, volt-e például az elmúlt 10 évben, hogy hiányoztam, nyilván amikor meg lehetett szervezni az eseményt. Én egy kicsit haza is jövök ide, úgyhogy fantasztikus érzés, hogy újra ez a rendezvény fogadhatja a látogatókat. Nagy István agrárminiszter, aki fővédnökként vett részt a szekszárdi szüreti napok megnyitóján, arra hívta fel a figyelmet, hogy a borászati ágazatot hasonlóan az elmúlt évekhez a következő időszakban is kiemelten támogatja majd a kormányzat. Ők a példaképek. Minden tekintetben ők voltak azok, akik először léptek és értették meg a piac kihívásait, értették meg a világ új hívó hangját. És az összes többi agrár szereplő csak követi a borászokat. A szekszárdi szüreti napok idei programsorozata vasárnapig tart. Ez idő alatt a borászok és étkesek mellett kulturális, könnyűzenei és más szórakoztató programokkal várják a szervezők a Tolnai megyeszékhelyre látogatókat.